Gólyalvató kutyakiállítás Karcagon, átállt a posta, tanulmányi támogatásban részesülhetnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 8-án 18 óra 5 perckor. Hivatalosan is refis diákok lettek a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium 9-esei azzal, hogy szüleik, társaik és tanáraik előtt fogadalmat tettek. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium 9-es tanulóit a Dériné kulturális központban avatták fel a gólyavatáson. Kedves gólyák! Ti vagytok iskolánk legfiatalabb tagjai. Ti, akik túléltétek a gólyatábor és a gólyanapok fáradalmait, tapasztalatokkal gazdagodva és merészen álltok közöttünk, várjátok, hogy a mai napségen hivatalosan is kihirdessük a verseny eredményét. Most azonban először tegyétek le a gólyaesküt. Az est a gólyák vicces fogadalomtételével kezdődött, ahol először megfogadták, hogy például nem járnak iskolába, és hasonló vicces dolgokat tesznek az iskolában. Majd a végén megerősítették, hogy mivel nem szeretnének jövőre újra gólyák lenni, mindennek az ellenkezőjét fogadják meg, azaz szorgalmasan tanulnak. Bal kezetekkel fogjátok meg a jobb fületeket. A jobb kezeteket tegyétek csípőre. Ismételjétek utánam a következő szöveget. Én. 9-es kisgólya fogadom. 9-es kisgólya fogadom. Hogy a mai nappal megváltozom. Hogy a mai nappal megváltozom. És a következő pontok szerint fogok élni. És a következő pontok szerint fogok élni. Az iskolát nagy évben elkerülöm. Az iskolát nagy évben elkerülöm. Tanáraimat nem veszem észre. Tanáraimat nem veszem észre. Ha mégis, nem köszönök nekik. Ha mégis, nem köszönök nekik. Felsőbbéves társaimnak nem köszönök. Felsőbbéves társaimnak nem köszönök. Füzeteimet, könyveimet. Rendszeresen otthon hagyom. Élősködő életmódot folytatok. A szomszédom fornettiét illetően. Fél évkor legalább egy tantárgyból megbukom. Év végén akár többől is. A tantermünket átalakítom. Egy bizonyos háziállatlakosztályává. Osztálykirándulásokon a múzeumokat nagy évben elkerülöm. A kocsma jobb jelszóval. Az évnyitót és évzárót. Saját érdekemben nem látogatom. Közkedvelt madár a gólya. De nem annyira. Hogy jövőre is az legyek. Épp ezért. Mindezeknek az ellenkezőjét fogadom. A fogadalom után a 10-es diákok műsorával folytatódott az est. Itt hirdették ki a gólyatábor és a gólyanapok programjainak eredményeit is. A szülők számára bemutatott fotókból pedig az is kiderült, hogy a táborban és a gólyahéten is nagyon sok vicces, kreatív és ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük a 9-eseknek. Szebbnél szebb négylábú kutyák lepték el a zuglógert, hiszen a 19. CAC kiállításon 132 kutyafajt nézhettek meg az érdeklődők. A kiállítás lényege, hogy a tenyésztők megismerjék kutyáik erősségeit, hibáit, és a bírálat során és a verseny tenyésztői tapasztalat cserére is alkalmas.
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének karcagi önálló jogi szervezete a Zuglógerben rendezte meg a 19. Cackutya kiállítást. Az önkormányzat nevében Dobos László polgármester köszöntötte a több mint 350 hazai tenyésztőt, akik 132 kutyafajtát hoztak el a Nagykunság fővárosába a rangos kutya kiállításra. Valóban sokadik alkalommal kerül megrendezése már ez a rendezvény, ez a tenyész bemutató, és hát hogyha egyre többen jönnek valamilyen rendezvény, az azt mutatja, hogy kedvelik a helyszínt. Egyébként méltán, hiszen valóban olyan környezetet tudnak biztosítani Fülöp Norbert elnök úr vezetésével a karcagi szervezők, ami méltó egy ilyen rendezvényhez. A tér adott, teljesen jó, még ilyen nagy mennyiségű tenyészállat bemutatójára is, és hát természetesen az infrastruktúra pedig úgy van képítve, hogy a szervezőket, a versenyzőket, a zsűri tagjait is méltó módon szolgálja ki. Örülök, hogy egyre többen jönnek erre a versenyre. Valami imponáló szám az, hogy körülbelül 130 kutyafajtát mutatnak be. Hirtelen el se tudnám a felét sem mondani, hogy milyen fajták vannak, de mindenképpen egy nagyszerű dolog ez, hogy kedvelik városunkat, és szívesen jönnek ide. Hihetetlen munkát feltételez azért egy ilyen állatnak, vagy az állatoknak a tenyésztése, fenntartása. Tudom magamról, nekem egyetlen fajkutyám sincsen, egy kocskutyám van, meg 6 macskám, mégis megtapasztalom nap mint nap, hogy mennyi feladat van ezekkel, hát a tenyészállatokkal, a fajkutyákkal. Természetesen még több, nagyobb odafigyelést igényelnek. Olyan emberi lelki tulajdonságot feltételeznek a tenyésztőktől, ami mindenképpen pozitív egy ember számára, és kívánom, hogy mindenki megérezze ezt. És nem véletlenül hívtam fel a figyelmet a megnyitómban is a megfelelő, felelős állattartása és tenyésztése, hiszen itt még azért van tennivaló bőségesen. Fülöp Norbert karcagi elnök köszöntőjében elhangzott, a két versenyszámban küllembírálat, kiállítás, Best in Show több mint 1000 bírálatot végeztek el a nap során, a Kórós András vezette küllembírók. Szép számmal érkeztek karcagiak, de mivel ez egy nemzetközi, illetve nemzeti rendezvény, de nemzetközivé válik azáltal, hogy külföldi kiállítók is megtisztelték rendezvényünket, és neveztek a mai kiállításra. A környező városokból és az országhatáron túlról is érkeztek szép számmal kiállítók. Összesen 350 kiállító érkezett. A két évente megrendezendő kiállítás rendezési jogát pályázaton nyert el a karcagi szervezet. S hónapukig készítették elő a versenyt, mely az egész országból érkeztek hazai tenyésztők, de szerb kutyások is megmérettették ebeiket. Ez tavaly májusban kezdődött ez az egész szervezés, amikor is az Országos Egyesület pályázatot írt ki arra, hogy a következő évben, tehát az idei évre ki az, aki pályázni szeretne országos CLC kutyakiállítás megrendezésére. Mi is így tettünk, mint ahogy a polgármester úr elmondta a megnyitó beszédében, és az elnök úr is utalt erre, hogy 2 évente karcagon kutyakiállítás szokott lenni, és így a hagyományokat követve az idei évre természetesen mi is kaptunk egy kiállítást. Ez egy rendhagyó kiállítás, ilyet még nem csináltunk itt karcagon. 2 darab kiállítás lesz a mai napon, egy délelőtti és egy délutáni kiállítás, ami 2 önálló kiállítás. Az igazi munka az körülbelül 2 hónappal ezelőtt kezdődött, amikor is megnyitottunk egy online felületet, ahol a kutyák regisztrálását fogadtuk, valamint elkezdődött a szervező munka úgy a területben, a díjazás megvásárlásával, a küllembírók megkeresésében, felkérésében, valamint ugye elkezdődött azok a háttérmunka, ami ilyenkor nélkülözhetetlen. És az igazi kemény munka az utóbbi 2 hét volt, amikor is tényleg már besűrűsödtek a programok, amikor már közel az eseménynek az időpontja, a mai nap, akkor tényleg minden napra jutott olyan teendő nyomdába menni, bírálati lapokat elkészíteni, kinyomtatni, katalógust elkészíteni, szóval rengeteg teendő, és igazából tegnap csúcsosodott ez az egész ki, amikor is kijöttünk ide a területre, és berendeztük a kiállítás helyszínét. És ugye a mai nap pedig úgymond learatjuk a babérokat, élvezzük azt, hogy a kiállítók örülnek, jókedvűek, megfelelőnek találják a környezetet, és mi, egy kutyászív és egy szervező, ilyenkor boldog igazán. Átállt az elektronikus kézbesítési rendszerre a teljes postai hálózat,
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyfelek nyomon követhetik a könyvelt levelek útját, a kézbesítők digitális eszközön adják át a tértivevényes és ajánlott leveleket, a nagyobb települések kézbesítői az értesítőket is ki tudják nyomtatni, és jövőre jelentősen csökken a hivatalos iratok ügyintézési ideje is. A Magyar Posta a Karcag Televíziónak eljuttatott közleményében emlékeztetett rá, hogy november 30-án záruló projekt több mint 2 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amely közel 2 milliárd forint saját forrással egészítettek ki. 2020-tól jelentősen gyorsítja a hivatalos iratok ügyintézését, hogy a tértivevényes leveleket, hivatalos iratokat feladó közigazgatási szerv például a bíróság elektronikusan kapja meg a kézbesítési információkat, írták a közleményben. A fejlesztésnek köszönhetően több mint 2000 postán, mintegy 4600 digitális aláírópadon írhatják alá az ügyfelek küldeményük átvételekor, írták és megjegyezték, hogy a Magyar Posta naponta 200 ezer levelet kézbesít már digitális eszközök segítségével. Az új rendszernek köszönhetően a Magyar Posta digitális eszközei alkalmasak az e-személyi igazolvány elfogadására is, áll a közleményben. Karcag Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága meghirdeti a karcagi lakóhelyen rendelkező felsőoktatásban tanuló hallgatók és középiskolai tanulók 2019 második félévi tanulmányi támogatásáról szóló pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy a középiskolában nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanulmányi eredménye eléri a pályázati kiírásban meghatározott tanulmányi átlagot, az egyfőre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot. Akik a pályázati feltételeknek megfelelnek az első fél évben és a második fél évben meghirdetett pályázaton is igényelhetik a tanulmányi támogatást. A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.karcag.hu oldalról, vagy kinyomtatott formában elvihető a karcagi polgármesteri hivatalból. A pályázatot a karcagi polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani, az ismert címen Karcag, Kossuth tér 1, földszint 52-es iroda. A beadás határideje 2019. október 31-e. Az elbírálás határideje 2019. november 30-a. Tájékoztatta televíziónkat Dobos László polgármester. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!